Mai vendégünk Földváriné Simon Ilona Anna, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda intézményvezetője. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket. Milyen célkitűzésekkel indult a 2022-2023-as nevelési év? Eltelt fél év, kiosztották a félévi bizonyítványokat, eddig az időszakig öleljük fel az elmúlt hónapok történéseit. Minden tanévet kipihentem, és nagy lelkesedéssel kezdik a óvónők és a pedagógusaink is a iskolában. Nagyon sok programot tervezünk mindig a gyerekek számára elsősorban. Ugye a pedagógiában három halmazt különböztettünk meg. Az egyik a tanórai foglalkozás, a másik a tanórán kívüli délutáni foglalkozás. Értem ez alatt a szakköröket és egyéb más lehetőségeket, és a szabadidő hasznos eltöltése, a harmadik halmaz, és mi nagyon nagy gondot és igen sok időt fordítunk a tanulóink szabad idejének a hasznos eltöltésére, és nagyon-nagyon sok programot szervezünk, mind az óvodában, mind pedig az iskolában. És ezeket a programokat meg is tudtuk valósítani. Kiosztásra kerültek a félévi bizonyítványok az általános iskolában is. Milyen eredménnyel zárták a fél évet a tanulók? Meglepően jó eredménnyel. Ezt egy kicsit már meg is szoktuk, fogalmazhatok így. Jó képességű gyerekeink vannak. A tanulmányi átlagunk összességében 4,4 lett, és várható, hogy a második fél évben, ami egyébként nyilván majd hosszabb lesz, még ezek az eredmények javulni fognak. 35 tanuló vitt haza kitűnő bizonyítványt, és 30 olyan tanulónk van, akinek 1/4-ese van, tehát tulajdonképpen jeles tanulónak hívták régen őket, illetve hát most is, tehát van lehetőség a javításra mindenki számára, szorgalmasak a diákjaink, természetesen mindenki a képességéhez mérten tanul, és hát örömmel mondhatom, hogy a szülők is ott állnak a gyerekek mögött, ha kell, és hát nyilván nekik is érdekük, hogy jó jegyeket vigyenek haza, és szép eredménnyel. Pontosan ez lett volna a következő kérdésem, hogy a jó képesség és a szorgalmon túl mi az a plusz, amit a diákok megkapnak, nyilván az iskola oldaláról, és a szülőkkel való kapcsolattartásban hogyan nyilvánul ez meg, hogy ezek az eredmények valóban ilyen szépek legyenek? A mi iskolánk már 6. éve kiválóan akreditált tehetségpont iskola, ezt a címet megnyertük. Nyilván a korábban elért eredmények alapján. Na most a óvodában is vannak talentum műhelyek, 6 talentum műhely van, délutánonként működik. Az iskolánkban pedig 18 talentum műhely, elsősorban az alapozó tantárgyak, a matematika, a magyar nyelv, az angol nyelv, környezetismeret, ezeket a tantárgyakat integráltuk ebbe a pályázati programba. A gyerekek délután visszajönnek, és ezekben a tehetségműhelyekben, mi ugye így hívjuk, de egyébként szakmailag is ez a neve, még megkapják azt a plusz felkészítést, ami egyébként a jó eredmény eléréséhez, vagy a versenyeken való eredményes szerepléshez még szükséges. Ugye említettem az előbb, hogy a szülők, hál' Istennek, ott állnak a gyerekek mögött, és az iskola munkáját nagy mértékben támogatják. Tehát én ezen a helyen itt és most is szeretném megköszönni
hogy lelkesítik a gyereket, motiválják a családok otthon a gyerekeket, nem csak mi az iskolában, mert nyilván a pedagógusok is ezt teszik, de így azért két oldalról. Ha ez a motiváció, az érdeklődés felkeltése megvan, én azt gondolom, hogy nagy baj nem lehet. Tehát a tanulóink motiváltak. Jó közösségben vannak. Az iskola, illetőleg az óvoda életében is melyek voltak az elmúlt időszak pályázatai, és melyek az elkövetkező időszakban a lehetőségek, mit szeretnének megvalósítani? Nagyon sok olyan pályázaton vettünk részt, ami a gyerekek, mint ahogy említettem, a gyerekeknek a szabad idejét tölti ki, természetesen tartalmasan és hasznosan. Ezek ilyen kisebb volumenű pályázatok voltak. Egyet említenék a nagyon sok közül. Például a 8. osztályos tanulóinknak az osztályfőnöke megszervezte, hogy karácsonykor a karácsonyi Erzsébet pályázaton értek el eredményt, nyertek, és karácsony előtt Zánkán töltöttek el 4 napot. Aztán hát beruházásban is kell gondolkodni, a fenntartóval közösen tesszük ezt a fenntartó testülettel. Az óvodánkat, a Talentum óvodánkat bővíteni kell. És tulajdonképpen ez egy nagyon jó hír, hogy nagy érdeklődés van az óvoda iránt. Jelen pillanatban 4 csoport működik az óvodában, tehát a szeptembert kezdtük tulajdonképpen egy 4. csoporttal, és most úgy néz ki, hogy az óvodánk iránt 46-an érdeklődtek, tehát jelen pillanatban 46-an már beadták az úgynevezett szándéknyilatkozatot, hogy a óvodába szeretnének járni. 9 kis tanulónk, illetve 9 kis gyermekünk szalajtós. Tehát ők a kis csoportot fogják 2-szer járni, tehát a nagy érdeklődésre tekintettel kell nekünk házon belül, tehát a óvoda épületén belül egy 5. csoportot kialakítani, de erre megvan egyébként a lehetőség, mert van egy 52 négyzetméteres úgynevezett tánctermünk, ami nem volt igazából kihasználva, és ahhoz tudunk bővítésképpen, és kell is építeni egy öltözőt, illetve egy vizes blokkot. A tervek már elkészültek, beadás előtt állnak, és hogyha az elfogadás a műszaki osztály részéről megtörténik, akkor ez a bővítés elkezdődik. Na most a Calvin út 2 szám alatt található székhelyünkön pedig egy 400 milliós beruházás kezdődött el, még az ősz folyamán, és megújulnak a beruházásnak köszönhetően a tanulói vizes blokkok. Aztán ki lesz alakítva a tornaterem mellé öltöző külön fiúknak, lányoknak, ott szintén még az öltözőhöz külön vizes blokk, aztán szertár, illetve előadó termek és szaktantermek kerülnek megépítésre. És hát ezzel bővülünk. Ez egy óriási beruházás. Igen, mondtam az összeget, ez egy 400 millió forintos beruházás, ez egy pályázati beruházás, és még nem is biztos, hogy elég lesz ez az összeg, sőt, biztos, hogy nem lesz elég. Megköszönöm, hogy elfogadta igazgatónő a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Én is köszönöm a meghívást.